Több ezer egyetemista függeszti fel tanulmányait pár napra, ugyanis ezen és a következő héten ügyességi és sportversenyeken bizonyíthatnak, valamint napfelkeltéig bulizhatnak. A diáknapokat több mint 20 éve Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Székelyudvarhelyen is megszervezik. Ezek a felvételek tavaly májusban készültek a marosvásárhelyi diáknapokról. Ha idén a napsütés el is marad, a megyeszékhely utcái ismét hangossá fognak válni az egyetemistáktól. De nem csak Marosvásárhelyen, hanem Székelyudvarhelyen és több nagyvárosban is a szórakozásé lesz a főszerep. Az eddigi legnagyobb diáknapi rendezvényre készül az Udvarhelyi Fiatal Fórum. 19 diákcsapat és ugyanennyi diák polgármester jelölt méretkezik meg a ma kezdődő ünnepség sorozaton. A 27. Székelyudvarhelyi Diáknapok központi témája a divat. Vivala Diáknapok címmel 22. alkalommal szervezik meg a héten a Marosvásárhelyi Diáknapokat és Diákfesztivált Marosvásárhelyen. Az eleinte főként helyi egyetemistákat megszólító szórakoztató esemény az utóbbi években a város májusi fesztiváljává nőtte ki magát. A szervezők szerdától szombatig változatos programmal és színes zenei kínálattal várják az érdeklődőket, annál is inkább, mert a rendezvény idei kiadása mexikói színeket ölt. A programsorozat mintegy 1500 egyetemistát mozgat meg, sport, ügyességi, logikai és csapatjátékok várják a résztvevő fiatalokat. Világkörüli utazásra hívja az egyetemistákat a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség, ugyanis a holnap kezdődő rendezvényük Diáknapok Around the World tematika köré épül. A vasárnapig tartó 26. KMDS diáknapokon 55-35-38 fős csapat méri össze tudását, valamint mutatja meg tánc és ének tehetségét. Ügyességi játékokkal, sportversennyel, tánc és kultúrmaratonnal várja az egyetemistákat a Nagyváradi Magyar Diák Szövetség, amely május 15-e és 18-a között szervezi meg a diáknapokat.